Különleges irodalmi délutánra várták tegnap a város iskolásait a könyvtárba. Artisták Cérna Szálon elnevezésű alkotócsoport, vagyis Jahoda Sándor, Kókai János, valamint Türjei Zoltán és Boldog Dezső, a Kelemen kör alapító tagja mutatkozott be nekik. Kókai János a kezdetekről beszélt és arról, hogy honnan jött a névválasztás. Eredetileg 2007-ben alakult ez a műhely, és hátsó bejárat néven működött. Aztán úgy gondoltuk, hogy ezt jó lenne lecserélni, mert közben változások is történtek, tehát a költészetünk is változott, és úgy gondoltuk, hogy egy új lendület kéne, egy másfajta irányvonal. És ekkor gondolkoztunk, és tulajdonképpen a Jahoda Sándornak, a Sanyinak az ötlete volt ez, hogy Artisták Cérna Szálán bevillant neki, és ez nagyon megtetszett, mert ugye a Cérna Szál mutatja ezt az egész művészetet, hogy mennyire érzékeny, és egy artista, hogy tud ezen fönnmaradni, hogy nem, és mégis ugye a szakító szilárdsága azért az eléggé vékony, és akkor így meg is szerettük ezt. És... Bár most kicsit kevesebbet találkoznak, igen hatékony az alkotói munkájuk. A gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni, hogy összeülnek valamelyik nap, beszélgetnek, felolvassák műveiket egymásnak, és hozzászólnak, hogy mit, miért és hogyan kéne átírni a másik alkotásában. Kicserélünk szavakat, tehát rengeteg, nagyon belenyúlunk egymás szövegeibe, és ez nagyon jó hatással is hatott ránk, mert ezáltal sikerült nagyon sok publikáció. Zorinak nekem 2 kötetem jelent meg, Sándornak most már ez most a 10. Úgyhogy valóban gyümölcse van ennek a műhely munkának. És persze nem véletlenül volt velük az irodalmi délutánon Boldog Dezső sem. Konkrét célkitűzéseink így megfogalmazva nem nagyon szoktak lenni, viszont most épp van egy vendég, meghívott vendégünk, a Boldog Dezső költő, és ő a Kelemen körnek volt egy hasonló műhely munkával foglalkozó csoportnak a tagja, és épp most akarnak újra alakulni. Ezért valószínű, hogy lesz egy ilyen közös betakozódásunk, tehát megmarad a mi csoportunk, de egy új csoportot is el fogunk kezdeni, és szándékozunk majd pályázni, hogy minél több helyre eljuthasson a költészet. Az író-olvasó találkozón a diákok is kérdezhettek tőlük. Mint mondták, általában nagyon érdeklődők és komolyan kíváncsiak a művészetre.